260 kis és közepes vállalkozó családi gazdaság több mint 400 termékkel mutatkozott be a Topolyai Regionális Mezőgazdasági Gazdasági Kiállításon szeptember elején. Legtöbbjük vágya, hogy a helyi termékbrend családba tartozzon, mert így könnyebben érvényesülhet a piacon. Ez egy induló pont ahhoz, hogy a kistermelők valamiféleképpen végterméket csináljanak a termékekből, ahol piacon meg tudjanak jelenni, és pénzt tudjanak megvalósítani a saját munkájukból. Az őshonos növények a tönköly búza termesztésében olyan lépést tettem, hogy azt biotermelésben csinálom, és végterméket csinálom, ami már mostan ebben az évben szintén bio, a termékek is bioban vannak. A törvényes oldala az annyi, hogy igen, nagyon sok törekvésbe került az, hogy ezt legálisan, hivatalosan üzletekbe tudjam forgalmazni. Szóval tudjuk, hogy a meglévő törvényeket nekem is el kell sajátítani, és a meglévő törvények szerint tudtam csak funkcionálni. Ami kistermelőként nagyon nehéz, vagyis sokkal kevesebb profitot tudok megvalósítani ezáltal, mint hogyha mondjuk a kistermelő törvény működne, akkor egész másképp lennék én is a anyagilag. A törökfalui Interagrár vállalat első alkalommal vesz részt helyi jellegű kiállításon. Ilyen módon sokkal közvetlenebbül megszólítható a vásárlóközönség. Legelőször szója babfeldolgozással kezdtünk el foglalkozni, tehát a szója hőkezelésében szója grízt, vagyis full fat szóját tudunk előállítani, amit a karmány alapanyagnak szolgál. Utána felismertük a tényt, hogy egyre nagyobb volna az igény a préselt szójára, tehát a szója pogácsára, és kifejlesztettünk egy technológiát, ami lehetővé teszi, hogy a full fat szóját kipréselve, melegpréseléssel elérjünk akár 44%-os fehérje tartalmat, ami viszont elég jó minőség. A szójababot ősszel és egész évben át tudjuk venni a termelőktől, van saját felvásárlásunk is, és szolgáltatásban is másnak feldolgozunk a szójababot, és ingyen tároljuk egy évig, és utána a termelő termelés intenzitás megfelelően úgy szállítsa le, ahogy a nőnek legaktuálisabb. Két éve szinte saját megtermelt napraforgó magunkat fel tudjuk dolgozni, és értékesíteni tudjuk az ismerőseknek is a legszűkebb körbe. Most azért jöttünk el a kiállításra, hogy a szélesebb körű közönséget is megcélozza vele, minél nagyobb széles körben ő megismertessük az embereknek, holott arra eszméltük rá, hogy igenis már ismerik, csak nem tudták, hogy mi ilyennel foglalkozunk. És a továbbiakban szeretnénk boltokon is megjelentetni a termékünket, és a külföldi piacra, hogyha lehetőség van rá, ott is megjelenni ezzel a termékkel. A kiállításon kézművesek és hagyományos feldolgozással készült ruhakészítők is részt vettek. Saját tapasztalatból indult az ötlet, hogy a bolti kémiával előállított szappanok, illatok, amik nem természetes anyagok, azok nem voltak jók a családnak a bőrére. Nagyon sok testápolót kellett használnunk, és nem igazán voltunk megelégedve a termékekkel, és akkor kezdtem el ezzel egy kicsit foglalkozni. Nagyon sokat utána olvastam, próbálgattam, recepteket állítottam össze, azt először a családdal próbáltattam ki, és saját magamon próbáltam. És amikor már ez a teszten keresztül ment, akkor próbáltam egy kicsit a tágabb ismeretségi körbe is ezt ajándékozni, és pozitív visszajelzéseket kaptam, és aztán kezdtem ezzel foglalkozni már egy kicsit komolyabban, és az ismerősök, rokonok biztatására jöttem el ide, hogy megmutassam másoknak is ezeket a termékeket. Azért állítottuk ki a zárunkat, hogy a vevők mégis lássák, ha bár minket már ismernek éveken keresztül, 20 éve foglalkozunk ebben a hagyományos, mert a tradíció, a fósom is ebben foglalkozott,
mi megfolytattuk most már 20 éve. Mindenfelé kiállításokon megjelenünk, Újvidéken, Szabadkán, Vásárokon, Kullán is van műhelyünk, úgyhogy sokan ismernek bennünket, de jó azért összejönni, mégis új reklámok, új termékeket bemutatni. Valamikor sokkal jobban mentek ezek a kellékek, meg többre is becsülték. Most nagyon nehéz, gondolom, sokkal többet kell reklámolni, befektetni időt, minden hangsúlyt, de azért csináljuk, mert szeressük, gondolom. És mindezeket a termékeket, amit látnak, ezt a nyersbőrstől mi készítsük, cserezzük, és saját magunk varjuk. Évek óta járunk a Vajdaság összes vásárjára, ahol a kis- és középvállalkozók, magyar és vajdasági kis- és középvállalkozók. Ahhoz, hogy a hazai kisvállalkozók és termelők megállhassák helyüket a nagyobb piacokon, esetleg külföldön, szigorú szabályoknak kell megfelelniük. A most készülőben levő kistermelői rendelet elfogadása után könnyebb lesz számukra a termék értékesítése. Az Expon szakmai konferenciát tartottak a témában. Abban a pillanatban, amikor a kistermelői rendelet életre kell, akkor ezek a gazdaságok, ezek a termelők, akik most még gondolkodnak, hogy hogyan is tudnák ezt a terméket legálisan értékesíteni, legalizációt kapnak, tehát meg tudnak hivatalosra jelenni ezekkel a termékekkel a piacon, annélkül, hogy ők azon kellene gondolkodni, hogy mostan eleget tettek-e föltételeknek, jön-e valami ellenőrzés. Azután már ők beállítsák a termelésüket az akkori követelményeknek, vagy ott meg a követelményeknek megfelelően, és onnan számítva már szabályosan megjelennek a termékeikkel. Természetesen akik a kistermelői kategóriába akarnak tartozni, bizonyos korlátozásokkal kell, hogy elfogadjonak, az pedig arra vonatkozik, hogy a termékeknek megvan, hogy hány százalékát tudják majd értékesíteni éttermeken keresztül, vagy közétkeztetésben, ugyanakkor pedig, hogy hány kilométeres távolsággal szabad neki elszállítani, tehát mely piacokon tudnak ezzel megjelenni, vagy mely rendezvényeken. De ezek a rendezvényeknek a száma is, mint ez a Topolya is példa rá, szaporodik, növekszenek ezek a rendezvények, és a gazdálkodók, a termelők itt fogják tudni bemutatni és értékesíteni is majd a terméküket, és nem csak hogy egyszer, hanem folyamatosan, hiszen ilyen rendezvények, vásárok majd bízunk benne, hogy még több lesz a tartományi kormánynak a megnyilatkozása is arra az irányba ment, hogy támogatni kell a különböző rendezvényeket, vásárokat, ahol a termelők meg tudnak jelenni ezekkel a termékekkel, a vevők pedig tudnak választani, hogy kitől akarják utána ezt a terméket majd beszerezni. A konferencián jelen volt Fremond Árpád, a Köztársasági Kormány Mezőgazdasági Bizottságának alelnöke, aki a minisztériumi támogatásokról és a rendelet fontosságáról szólt. Kiemelte, hogy a rendelet a közvitán átesett, most az elfogadását várják a kormányban. A következő lépés az az, hogy itt a mezőgazdasági minisztérium, illetve más minisztériumok, maga a kormány mikor tűzi elfogadásra ezt a rendeletet. Véleményem szerint nincsenek nagyobb akadályai annak, hogy ennek a meghozatala megtörténjen. Ez gyakorlatilag csak attól függ, hogy most így a kormány felállása után, a miniszterek kinevezése után, miután megnézte az új mezőgazdasági miniszter a csapatával, amennyiben mögé tud állni, akkor véleményem szerint hónapokon belül sor kerülhet ennek az elfogadására. Tehát külön más akadálya ennek nincsen. Közvita megvolt róla, pozitív a termelők részéről, az egyesületek részéről ennek a rendeletnek a fogadtatása, hiszen itt gyakorlatilag arról van szó, hogy valamilyen termeltetés most is folyik, és történik valamilyen eladás. Itt gyakorlatilag az egész eladás és minden egyéb más kontrollálva lenne valamilyen formában, és könnyített formában tudnának a tanyasi termékek, könnyített formában tudnának piacra jutni, illetve egy régión belül a portékájukat termelők könnyebben tudnák értékesíteni egyszerűbben. Most tudjuk azt, hogy piacokon máshol probléma van, engedélyeztetés, engedélye, van engedély, nincs engedély, milyen az a minőség, van-e annak ellenőrzése, nincs ellenőrzése, stb. Tehát problémájuk van a termelőknek, bizonyos tejtermékeket nem is tudnak gyakorlatilag eladni, rendkívül nehéz a procedúra, komoly, és ez a kistermelő rendelet azt segíteni elő,
hogy gyakorlatilag mindezen problémákra és nehézségekre ugye megoldást tudna nyújtani, illetve elő tudna segíteni azt, hogy legálisan a tanyasi termékek, a termelők által minőségi termékek, azok a piacra tudnak jutni bizonyos régión belül, akár szélesebb körben is, megfelelő szabályozási keretek között. A vajdasági brand helyi termékvédjegy sokban hozzájárulhat ahhoz, hogy a hazai kisgazdaságokon előállított élelmiszer vagy kézműves tárgy megbecsült legyen a külföldi piacon is. Az áldomás védjeggyel az egy minőségi, egészséges életmódot tükröző védjegy, ami hát nagyon komoly, szigorú feltételeknek kell megfelelni, de én úgy gondolom, hogy a vajdaságokon a méz az várományosa lehet ennek az áldomás védjegynek, ahhoz viszont össze kell fognunk a méhész egyesületeket és a méhész gazdákat, hogy exportképes volument tudjunk produkálni. A másik ilyen termékcsoport a ludasi fokhagyma, bármi hihetetlen, példátlan vagy példanélküli összefogás állt a helyi termék védjegyrendszer mögé, amiben én azt gondolom, hogy bármely nyugat-európai piacon helyet tudunk találni neki, és van olyan volumenünk, ami ezzel összefüggő. A harmadik termékkör az a fóliás konyhakerti növények. A fóliás konyhakerti növényeknél azt gondolom, hogy a vajdaság professzionális szinten áll. Itt szintén az összefogás hiánya az, ami a nemzetközi piacokra való kikerülést akadályozza. Ebben dolgozunk. Ezért kezdtük el a védjegy brandet, hogy minden olyan termelő, aki egyáltalán abban gondolkodik, hogy megfizethető piacokat találjunk külföldön, ahhoz csatlakozzon, és akkor együttesen tudunk fellépni, mert van volumenünk. A topolyai expo nemzetközi jelleget öltött, hiszen Kárpátaljáról is érkeztek kiállítók. Borokkal, mézzel, pálinkával és kézműves termékekkel mutatkoztak be, valamint tapasztalatot cseréltek a kisgazdák érvényesüléséről. Én nagyon remélem, hogy találkozunk olyan itteni vállalkozókkal, akikkel esetleg kapcsolatot teremthetünk, és hát elsődleges célunk a kapcsolatteremtés, a bemutatkozás volt, amikor elindultunk erre a hosszú útra, de a nagyon kedves fogadtatás nagyon kellemes volt számunkra, ugyanis elnök úrral már régóta ismerjük egymást, tehát a két szövetség kapcsolatban állt eddig is, viszont mi még nem vettünk részt az ő általuk szervezett kiállításon. Ezt első ízben vagyunk itt jelen, de én nagyon remélem, hogy nem utolsó alkalommal vagyunk jelen itt ezen az expón, és én nagyon remélem, hogy vállalkozóink számára is találunk valamilyen kapcsolatot, ami majd reménység szerint a jövőben talán üzletkötéssel is ér majd. A helyi termék értékesítésben és a védjegyezésben sokat segít a Magyar Nemzeti Kereskedőház. Főleg szakmai útmutatásokkal segíti a szerbiai kisgazdákat a fejlődés útján. Szeretnénk, hogyha az üzletekben jobban megjelennének ezek a helyi termékek. Tehát a minél rövidebb ellátási lánc a cél, hogy akár a közélelmezésben, akár a helyi üzletekben lehessen kapni azokat a helyi mézeket, kolbászokat és egyéb tésztákat, egyéb termékeket, amiket az itteniek előállítanak. Szeretnénk, hogyha, mint ez a mai kezdeményezés is, kialakulna egy helyi termékvédjegy és ennek a becsülete. Aki megvásárolja ezeket a termékeket, tudja, hogy kitől veszi, tudja, hogy helyi terméket vásárol, tudja, hogy ezzel helyi munkahelyet segít elő, és nem kell nekünk a távoli termelőket, a nagy vállalkozásokat előtérbe helyezni, mert azok olcsók esetleg. Lehet, hogy ez egy picit drágább az itteni termék, de nagyon egészséges és jó alapanyagból készül, és szerintem annyit megér az a különbség, hogy a helyi munkaerőt támogassuk alá. A háromnapos rendezvény megnyitóján jelen voltak a Magyarországi Földművelési Minisztérium illetékesei is, akik elismerően vélekedtek a vajdasági helyi termékek minőségéről. Az a magyar kormányzat részéről megmutatkozó elköteleződés, amely egyértelműen a gazdaságfejlesztés irányába mutat, példaértékű és remek alapot teremt, hiszen az elmúlt évtől kezdődően nagyon komoly források kerültek csoportosításra, és annak nagyon örülünk, hogy azoknak a vállalkozásoknak, amelyek
amelyek a támogatásban részesültek, egy jelentős része az agrárium, illetve a hozzá kapcsolódó ágazatok köréből kerül ki. Tehát ez is mutatja, hogy itt ez egy olyan alap, amelyre építeni kell. Az agrárium egy húzó ágazat, azt gondolom, hogy a jövő szempontjából meghatározó, nem csak itt térségi, regionális szinten, hanem akár Magyarország, Kárpát-medence, egész Európa szempontjából. És ez azért is lényeges, azt gondolom, hogy ezek a termékek meg tudják magukat mutatni, és megfelelő akkreditációval rendelkezzenek, hiszen az a terv, illetve az a közeljövő, hogy Szerbia is Európai Uniós tagság felé igyekszik, amelyben Magyarország mindig is kiváló partner volt. Minden lehetséges fórumon támogatjuk ezt az elképzelést, és hangsúlyozzuk, hogy a sikeres Európa kizárólag Szerbiára és a Balkánra kiterjesztett Európai Uniós tagsággal garantálható. Tehát ezeknek a termékeknek azért kell ezeket a úgynevezett akkreditációt elérni, és nemzetközi szinten is elfogadható háttérre rendelkezni, hogy amikor a csatlakozás megtörténik, akkor ezek a termékek szabadon áramolhassanak az Európai Uniós piacokra. A kiállítást Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke nyitotta meg, aki rámutatott Magyarország és Szerbia közötti gazdasági együttműködésének fejlődésére. Jó üzletek fognak köttetni minden bizonnyal ezúttal is, és még jobban elmélyül a gazdasági és mezőgazdasági együttműködés a két ország között. Nekünk nagyon fontos az, hogy az anyaország külön támogatja a gazdaságot és a mezőgazdaságot is, és a Prosperitati Alapítvány útján ez ebben az évben a valósággá vált és megvalósul folyamatosan, tehát ebből a szempontból nézve akár én azt mondhatnám, hogy a magyarságot illetően már akár jobb is a helyzet, mint a szerbiai lakosság többi részét illetően. Persze elsősorban az igazi változás akkor fog itt létrejönni, ha a gazdaságpolitikának köszönhetően az életszínvonal növekszik, a munkahelyek száma növekszik, új munkahelyek nyílnak, de ehhez járul hozzá az anyaország is jelentős mértékben, tehát én azt várom, hogy kellő további munka mellett mindannyiunk részéről itt egy komoly elmozdulás fog történni. A Topolyai Expo kiállításon egyebek mellett főzőversenyt, gyermekprogramokat és mezőgép kiállítást is rendeztek, de sor került a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége és a Szárvőbb Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti megállapodás ünnepélyes aláírására is, mely értelmében a közeljövőben közösen lépnek fel a kiállításokon, még több esélyt adva a helyi termékek népszerűsítésére.